Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és hát a mai adás egy teljesen szokatlan adás lesz, hiszen hát igazából ezt nem is tudnám normális adásnak nevezni, igazából egy köszönet nyilvánító videó, köszönet, jól megaszontam, szóval továbbra sem tudok beszélni a videók felvétele közben, szóval igazából köszönet nyilvánításról van itten szó, hiszen pontosan ezen a napon 2019. március 5-én indult el a csatorna, és ezzel most már 3 éve folyamatosan legújabb tartalommal próbálok szolgálni nektek, és ahogy látom, így legalábbis a feliratkozó számból, hiszen amikor fölveszem ezt az adást, akkor pontosan, hát jól lett volna, hogyha elmentem, akkor biztos tudnám, na látjátok mennyire föl vagyok készülve, igazából ez egy teljesen spontán videó, nem is gondoltam, hogy erről fogok beszélni, de úgy gondoltam, hogy megéri a téma, legalábbis már csak azért is, hogy köszönetet nyilvánítsak nektek. Szóval ebben a pillanatban, amikor fölveszem ezt az adást, 36.952 darab feliratkozó van, és szeretném megköszönni mind a 36.952-töknek, hogy a feliratkozás gombra kattintottatok. Nagyon köszönöm, srácok, hogy itt vagytok velem már 3 éve, és nélkületek, mint ezt már oly sokszor elmondtam, meg már eléggé elcsípelt is lehet, mert minden videós erről beszél, de igazából ez csak nektek köszönhető, hogy a csatorna már itt tart, ahol nélkületek nem lett volna lehetőségem LEGO Store Budapesttel együtt dolgozni, nélkületek nem lett volna lehetőségem LEGO nagykövetnek lenni, nélkületek nem lenne lehetőségem folyamatosan, ennyire hamar már, hát minél gyorsabban bemutatni vadonatúj készleteket, hiszen pontosan ez miatt a LEGO és a LEGO nagykövetségi rendszerén keresztül hamarabb is elküldenek készleteket, ezáltal ti is sokkal hamarabb meg tudjátok nézni azoknak a bizonyos szetteknek a bemutatóját, úgyhogy srácok, még egyszer csak annyit tudok mondani, hogy nagyon köszönöm, és hát a mai videó igazából arról is fog szólni, vagy arról is szól, hogy milyen számokat értünk el az elmúlt néhány napban. Ugye már előbb láttuk a feliratkozó számot, viszont azt is megnéztem, hogy ebben a pillanatban, amikor fölveszem ezt az adást, összesen 8.126.247 megtekintés van a videókon, ami összesen... nagyon bekészültem... Látjátok, ez ennyire spontánul készült videó, de elméletileg a YouTube stúdióban megmutatja nekem, hogy pontosan hány videót is készítettem, 500-valahány videóról van szó, amit pontosítok mindjárt nektek. Szóval összesen 567 videó készült el az elmúlt 3 év folyamán, és ismét ennyi videóra nem lett volna lehetőségem, sem időm, ha ti nem támogattok, hiszen most már ugye nem csak a megtekintéssel támogattok, hanem a csatornatagsággal is, ezt külön ki szeretném emelni, hiszen a csatornatagság nagyon sokat segített számomra, hiszen folyamatosan, kb. 50 páran folyamatosan ott vannak az emberek, akik így vagy úgy támogatják a munkámat, és ezáltal én azért eléggé hát meg tudtam emelni a bevételeimet a csatornán, úgyhogy még egyszer nagyon meg szeretném köszönni az összes feliratkozónak és csatornatagnak is, hogy egyáltalán támogatjátok a munkám, egyáltalán nem számítottam rá, sőt, amire még jobban nem számítottam, hogy úgy voltam vele, hogy lesznek olyanok, akik tudjátok csak így egy hónapot vagy két hónapot fog támogatni, és aztán kilép az egész csatornatagság mögül, amivel igazából semmi probléma nem lett volna, én alapjáraton erre gondoltam, viszont ez teljesen rám cáfolt, hogy akik itt vannak a legeleje óta, az még azóta, azok még azóta is itt vannak, úgyhogy folyamatosan, már több mint fél éve mióta elindult a csatornatagság, folyamatosan támogattok, úgyhogy köszönöm srácok, jelenleg nélkületek nem létezhetne a csatorna ott, ahol most van, és hogy igazából mi is a lényeg ennek a videónak, mindazonáltal, vagy mindazon túl, hogy megköszönöm nektek, hogy itt vagytok már 3 éve, hogy elmondhassam nektek, hogy ebből a egész YouTube-ozásból még sajnos jelen pillanatban nem lehet megélni, pláne, hogy én a világ másik pontján élek, teljesen másmilyen az anyagi környezet, ezáltal még ebben a pillanatban sajnos nem tudok 100%-ig megélni a csatornából, viszont már annyi támogatás gyűlik be, mint ugye a reklámokból, amit megnéztek, meg mind abból, amit a csatornatagok befizetnek a csatornára, hogy ezáltal egy-két szabad nappal azért havonta, vagy hetente többet tudok kivenni. Ugye már sokszor beszéltem nektek, jelen pillanatban, meg hát az elmúlt másfél-két évben, azt hiszem már több mint két éve, ugye én kaját szállítok gyakorlatilag házhoz, ami lehet mindenki számára, hogy Úristen, milyen béna melója van ennek a gyereknek. Nekem megy a felvétel? Megy a felvétel. Nagyon fel vagyok készülve. Szóval nekem ez teljesen jó ebben a pillanatban, hiszen ez egy eléggé rugalmas munkakör. Bármikor tudok dolgozni, bármikor azt mondom, hogy elég is, akkor ma nem foglalkozok azzal. Nincs főnököm, én szabom meg a határidőket, én megyek be a munkahelyre, én veszem fel azokat a rendeléseket, amit akarok, és ezáltal több szabadnapot is tudok magamnak biztosítani, és mivel ugye itt vagytok ti csatornatagok is,
összes többi ember, most nem csak a csatornatagokról van szó, ahogy nézitek a videókat, ezáltal a reklámok bevételéből már annyi pénz össze tud gyűlni havonta, amivel ki tudok váltani heti egy vagy akár két normális munkanapot is, és ezt természetesen valamilyen szinten meg is szeretném honorálni nektek, sőt ugye az elmúlt néhány hónapban, ugye igazából nem beszéltem róla, mert itt beszéljek erről, igazából szerintem teljesen irreleváns számotokra, meg nem akarom, hogy az legyen, hogy most ricsekszik a gyerek, amit abszolút nem akarok. Szóval, ugye azt már észrevettétek, hogy az elmúlt, hát szerintem már december óta kb. Így megy ez az egész, és ugye december óta, hát a legtöbb esetben mindig kimegy a 4 videó, de inkább volt olyan, amikor 5, sőt volt olyan, amikor egész héten, most ugye az előző héten is volt, vagy két héttel ezelőtt, hogy minden nap is ment ki videó. Ez pontosan annak köszönhető, hogy extra szabadnapokat tudtam kivenni, ezáltal sokkal többet tudok foglalkozni a csatornával. Amit még egyszer nem győzök eléggé megköszönni nektek, srácok, eszméletlenek vagytok. Remélem a későbbiekben is itt vagytok velem, vagy itt lesztek velem. Én mindenféleképpen folytatni fogom normálisan a csatornát, és megpróbálok természetesen minél minőségibb tartalmat, és minél sűrűbben számotokra kibocsájtani, és megpróbálok normálisan megtanulni beszélni, csak így, hogy külföldön élek, és nem igazán használom, mondjuk ez hülyeség, hogy nem igazán használom a nyelvet, hiszen azért magyarul is normálisan beszélek, de főleg nekem, aki életében soha nem tanult, ez most olyan nagyon mentegetőzésnek hangzik, de soha életemben nem tanultam ezt a szakmát, mert ugye ez is egy szakma, hogy beszélni kell. Ezáltal pláne egy ilyen zárkózó gyereknek, mint én, mert én eléggé zárkózó gyerek vagyok, eléggé nehéz hát normálisan kifejezni magamat, meg a másik az, hogy semmi tehetségem sincsen hozzá, de minél jobban megpróbálok felkészülni a videókban, és minél jobb minőséget megpróbálok nyújtani számotokra. A későbbiekben biztos lesz még upgrade a csatornán, először is az lencsét. Látjátok, nem tudok beszélni. Szóval a lencsét szeretném lecserélni, hiszen az már egy eléggé régi darab, és például egy ilyen felvétel, amit most is láttok, teljesen jól működik, szerintem egész szép képe van és rajzolata. Viszont, hogyha közeli képekről van már szó, amikor nagyon közeliket szoktatok látni, az egy makroobjektívvel történik, amit akár be is készítettem volna ide, de mindjárt hozom. Szóval az egy makróbival szokott létrejönni. Ugye most a fókusz nem rajtam van, de el tudjátok képzelni, ez egy Canon L-series-es lencse, ez egy igazán jó minőségű lencse, ami egészen jól szokott működni, szóval a közeli felvételekkel itt nincsen gond, viszont hogyha ilyen középtávoli felvételeket akarok készíteni, hát akkor sajnos ennek az objektívnek a rajzolata elég gyér, az ilyen nagyon pici részleteket már nem nagyon tudja megőrizni, úgyhogy a következő upgrade nagy valószínűséggel majd az lesz, hogy azt lecserélem, meg utána következik a gép, hiszen a gépem is már kb. 4-5 éves, és hát például ezért sincs normális 4K-s videó fönn a csatornán, mert amit láttok, ugye most 4K-ban látjátok elméletileg, szóval 4K-ig föl tudom skálázni a videót, viszont amikor én ezt fölveszem, ez csak ugye 1080p, és én azt szoktam felskálázni a Premiere Pro-ba, de ugye természetesen az nem olyan jó minőségű, mint ha normálisan natív 4K-ban venném fel ezt az egészet, amit a kamera simán meg tud tenni, szóval ott fölbírnám venni, viszont sajnos a gépen már annyira gyatra, hogy nem tudom egyáltalán megvágni a 4K-s anyagokat, hiszen annyira darabos az egész, hogy lehetetlen vágni. Akkora nagy anyagok lesznek, hogy igazából tárolni sem tudom hol, úgyhogy a következő nagyobb upgrade biztosan majd ott lesz azon a gépen, úgyhogy hát szerintem nem is húznám tovább a szót, ez lenne az ilyen kis 3 éves kis extra adás, amit igazából egyáltalán nem terveztem, de most így megihletődtem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen meg akarom nektek osztani. Nélkületek nem létezne a csatorna, de ezt már ahogy sokszor elmondom. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, mindenféleképpen folytatni fogom továbbra is az egész csatorna építését. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Hányszor köszönöm már meg, ez annyira ciki. Na jó, van, szevasztok!